Történelmi apróságok. Katonanők. A háborús korás a férfiak dolga volt az elmúlt évezredekben, de azért akadtak olyan nők, akik olykor túli is szányolták őket vítésségben. Nézzünk erre néhány példát. Margaret Cochran Corbin. Margaret volt az első nő, aki katonai szolgálati egy cserébe nyugdíjat kapott az Egyesült Államok kongresszusától. Férje, aki szintén katona volt, az 1776-os fort washingtoni csata során az életét vesztette, miközben a hesseni katonákkal harcolt. Az addig áprónőként dolgozó Margaret a gyász helyet, elfoglalta a helyét a tüzérségben, és ettől kezdve őrődte a németeket. A harc közben aztán súlyosan megsebesült a melkosa, a karja és az állkapcsa is, így végül nem volt képes tovább harcolni. A britek és németek végül megnyerték a csatát, Margaret pedig fogságba került, de mivel a sérülései miatt mozgássérült lett, nem tartották veszélyesnek és feltételesen szabadon engedték. A sérülései ellenére a kontinentális hadsereg aktív tagja maradt egészen 1783-ig. Mária Péter Maria Pita, vagyis Fernández de Camarái Pita Maria Major, a spanyol korúna, 1589-es ostromának a hűs nője volt. Az előző évi spanyol támadás után, amelyben a nagy armada szinte teljesen megsemmisült, Sir Francis Drake angol admirális megtorló akciót vezetett Spanyolország ellen. Bár nem voltak kellően felkészülve, az angoloknak mégis sikerült a város egy részét elfoglalniuk. Mária Pita férje is a falakon harcolt, amikor egy számszeréből kilőtt nyilvessző eltalálta, de a felesége tovább harcolt, és éppen egy falakra érkező angol katonát tölt meg, aki állítólag az angol admirális testvére volt. Ekkor a bástyára állt és felkiáltott, akinek van becsülete, kövessen engem. Mindez olyan nagy lelkierőt adott a többieknek, hogy sikerült az angolokat visszaszorítani. Mária a hősiességéért katonai nyugdíjat kapott, és szobrot állítottak az emlékének korunyában. Zihelgájtá Zihelgájtá, aki beát, a Róbert, apúrjai herceg második felesége volt, rendszeresen követte a férjét a csatákba, sőt olykor ő maga vezette a sereget. Egy ízben sebesítette meg, máskor majdnem elfogták egy tengeri összecsapásban, sőt ő vezette 1080-ban Trani Ostromát, miközben a férje egy másik csatában vett részt. A Dirahümi csatában teljes páncélban lovagolt a férje mellett, és amikor azt látta, hogy a saját cseregének katonái visszavonulnak, sőt talán menekülnek, felkapott egy láncsát, és így támadt rájuk, hogy visszaterelje őket a csatába, meddig fogtok futni, álljatok meg, és legyetek férfiak! Augustina de Regón. Augustina de Aragón, vagy Augustina Domenech egy ismert spanyol nő volt, akiről még Lord Byron is verseket írt. Szaragúzában élt, és amikor a spanyolok Napóleon csapataival harcoltak, a katonák étkezését segítette. A súlyos veszteségek miatt azonban ő maga is állőtt egy ágyúval az ellenségre, amelynek súlyos veszteséget okozott. Ez a pillanat azonban olyan inspiráló volt a menekülő katonákra, hogy visszatértek mellé, és kemény harcra kényszerítették a franciákat. Bár a város később elvesztették, és őt magát is fogságba ejtették, végül megszökött, és a franciák ellen lázadók vezetője lett. De sokat segített később Wellingtonnak is. Idős, tiszteletre méltó hölgyként halt meg. Jean Hachet a francia hősnő egy ostrom alkalmával szerezte meg a hírnevét. 1472-ben Merész Károly burgundiai herceg csapatával megostromolt a buvét, ahol alig 300 katona volt. Az egyik támadó már éppen kitűzte a támadók zászlaját az egyik bástyára, a győzelmük jelképeként, amikor Jean egy csatabárdal levágta a zászlót, és talán a kitűző lovagot is. Az ostrom után Zsán férhez ment, és asszonyként élte az életét. A tettéről és a városvédőnők hősességéről évente megemlékeznek, egy felvonulás keretében. Zsán emlékét egy szobor is őrzi a városban. Ha újabb videókat szeretnél, kérem iratkozz föl!